reggelt kívánok mindenkinek, és boldog új évet! Sikerest, eredményest és mindenféle jót kívánok, aki még eddig esetleg nem hallotta volna a jó kívánságokat. 2016 első hónap negyedike van. Jobbra nem neki menni, jobbra! 10 óra 8 perc. Kezdődik a munka. Egyes számú autópályán járunk, és mint látható, itt sem viszik túlzásba. De úgy unom, hát mit tud csinálni a GPS az autópályán? Menjünk a hóeltakarítást. Eddig egyetlen egy gépet láttam a szembejövő oldalon. Az szembejövő oldal szélső sávba jött egy hókotró és szóró. Na kérem, a járdát azt takarítják. Takarítják a járdát, viszont az utat, a főutat azt annyira nem. Legalábbis eléggé csúszik. Arra kell majd menni. Hát, mintha meg lenne szórva, úgy néz ki, de épp, hogy egy picit hozzáérek a gázpedálhoz, és már pörögni szeretne a kerék. Amit ugyebár a kipörgésgátló nem enged. Na mondjuk itt ezen az emelkedőn egész jól fel tudok menni. Jön a gép. Hóelke fölemelve, oké. Hátul pörög a szóró tárcsa, de viszont nem szór semmit. Úgy látszik, kifogyott belőle az anyag. A rakodás megtörtént. 8 tekercs papírt raktak föl, aminek a súlya 23.271 kiló. És ezzel kell eljutni Németországba. Hát havazás, mint látható, az folyamatos. Úgyhogy nagyon klassz lesz. Így rakottam már azért más a szerkezetmenet tulajdonsága, de még így is nagyon óvatosan kell nyomni a gázpedált, mert igen könnyen megpördül a kerék. Na mégiscsak kijöttem én az autópályára, mondván, hogy hát a pályán majd jobban lehet haladni. De ahogy látható, itt se vitték túlzásba a szórást meg a takarítást, ugyanis tiszta jég az egész, jégborda. Na itt valaki oda csapta a szalagkorláthoz a járművet. Igen. Ajje. Megpördült és odaverte. Ezért kellett itt cammogni ilyen sokáig. Hát nem irigylem őket. Hát sajnos előfordul. A kollégánál kicsit nagy volt a lendület, úgy látom. Letette a kerítés mellé a kamiont. Őha. Na igen, észnél kell lenni, mert csúszik. Lejön a következő versenyző a jégen, vagy 90-nel. Igen. Így kell ez, gyerekek. Na, a másik versenyző úgy szintén itt 90-nel. Meg valaki mintha szembeállna a leállósávba, forgalommal szembe. Lehet, hogy azért megyünk itt ilyen lassan, mert megpördült az illető. Lehetséges. Na majd mindjárt meglátjuk. Igen, ott elakadás jelzővel ott áll a szélén forgalommal szembe. Igen, itt megpördült kicsit. Ja. És a kamionok meg úgy mennek el, mintha száraz lenne az út. Az hihetetlen, gyerekek. Nem, na itt van egy bal oldalon. Megnézzük, hát ha sikerül.
kérem, Autohofban nem volt hely, úgyhogy kijöttem ide az Industriába, és itt fogok megállni. Sajnos ez van. Hátratolatok, hogyha jönnek netán ezért a pótkocsiért, akkor ne legyek itt útba. És holnap reggel innen fogok tovább indulni. Hát jobb hiány ez van. Nem tudok mit csinálni. Meg kell állni, muszáj, mert van még 3 percnyi vezetési időm. Úgyhogy itt egy kicsit megjárom az utat előre-hátra. Ha netán jönnek azért a pótkocsiért, azt el tudják vinni. És akkor itt megállok.